Szeptember az Alzheimer-kór világhónapja. Ennek kapcsán a számos program mellett idén is lesz Alzheimer-séta Kecskeméten. A szeptember 21-i programmal a demenciával élők drasztikusan növekvő számára hívják fel a figyelmet. Kecskemét démensbarát város, mely nem csak a világnapon és az Alzheimer hónapban nyújt önként vállalt segítséget. Vendégünk dr. Pataki Marian, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának igazgatója, és dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Először tisztázzuk, hogy nagyságrendileg Kecskeméten és országosan a demencia, Alzheimer-kor hány beteget érint, illetve a betegekhez kapcsolódóan a családtagokon keresztül mennyi embert érint ez a kor? Jó estét kívánok! Nagyon nehéz pontos adatokat mondani. A világszervezet adata úgy becsüli, hogy világszerte 55 millió körül van napjainkban a demens időseknek a száma. Országosan olyan 250-300 ezer főre gondolják, hogy ennyien érintettek. Kecskeméten pedig, ha így arányaiban nézzük, akkor nagyjából 2000-2500 főt érint, és értelemszerűen az ő családtagjaikat. Azért nehéz pontosan megmondani, mert nem biztos, hogy a betegség tudat megvan azokban az emberekben, diagnosztizálva van a betegség? Egyrészt, másrészt azért ennek a felmérése azért nem egy egyszerű dolog. Igen. Mit kell tudni a betegségről, a demencia és az Alzheimer-kor milyen viszonyban van egymással? Nagyon röviden, a demenciának ugye nagyon sokféle típusa van, és a leggyakoribb, egyik leggyakoribb típusának az Alzheimer-kort mondják. Az először Alzheimer világnap volt, és ezt kiterjesztették világhónapra, ugye ehhez Kecskemét is csatlakozik ezekhez a programokhoz. Hogyan tudják ekkor is ráirányítani a figyelmet ezekre az ilyen típusú betegségekre, és mennyire fontos ez? Jó estét, üdvözlöm a nézőket. Igen, tehát először az Alzheimer világnapot kiáltották ki szeptember 21-én, és utána kiterjesztették az egész szeptember hónapra ezt a világ hónapot, és pontosan azért, mert ezek a számok fokozatosan és folyamatosan nőnek, és hogy minél nagyobb figyelmet kapjon ez a betegség. És ezért egész hónapban ekkor világszerte rendezvényeket tartanak. Ehhez csatlakozott Magyarország is több évvel ezelőtt, és Kecskemét is csatlakozott ehhez a programsorozathoz. Maga az Egészségfejlesztési Iroda 6 évvel ezelőtt kezdte meg ehhez a programhoz való csatlakozását, és mégpedig az Alzheimer séta nevezetű programmal és rendezvénnyel. Beszélünk majd az idei programokról is, de először bennem az a kérdés merült föl, hogy ugye 5-6 éve fókuszálunk, ugye meg foglalkozunk ezzel a területtel szeptemberben tudatosan. Mennyire lettek érzékenyebbek azóta az emberek? Mennyire nyitottabbak erre a helyzetre, problémára? Hát én, mint az Egészségfejlesztési Iroda nevében azt tudom mondani, hogy egyre nyitottabbak az érintettek és családtagjak is, egyre jobban fordulnak hozzánk kérdésekkel, és megjelennek a rendezvényeinken. Úgyhogy ez szerintem egyrészt köszönhető az internet világának is, és azon is nagyon sok hasznos információ jelenik meg, és nekünk is a mi weboldalunkon és Facebook oldalunkon is rendszeresen jelennek meg cikkek, illetve a rendezvényeink. Nagyon jó előadásokkal céloztuk meg ezeket az érintett családokat, és ezáltal egyre nyitottabbakká váltak az érintettek is, illetve ezekben a betegekkel foglalkozó személyek is. Ugye az ismeretterjesztés itt is fontos, és ugye ez bebizonyosodott. Nem csak most szeptemberben, amikor egy kicsit jobban ráirányul a figyelem erre a betegségre, problémakörre, hanem ugye általában egész évben a kecskemétieknek mivel, hogyan tudnak segíteni rendszeresen? Nagyon-nagyon sok olyan aktivitás van, ugye készült a városnak egy idősödésügyi koncepciója, ami összefoglalja azokat a tényleg szerteágazó szolgáltatásokat, amikkel a város az idős embereket támogatja. Van ugye a Cédrusnát, akikről egyre többet lehet hallani, illetve van a Demensbarát Város akcióprogram. A mi intézményünkhöz tartozik ez az utóbbi. Itt egyrészt személyes gondozást, gondoskodást végeznek a kollégáink, a memória koordinátoroknak nevezzük őket. Maguknak, az érintetteknek önsegítő csoportot, a ginkó klubokat tartják. Itt
az ellátottak, az érintettek, illetve az ő családtagjaik is bevonódnak ezekbe a klubokba. És van egy úgynevezett memória kuckó, ahol pedig kézműves foglalkozásokkal, tornákkal, illetve olyan aktivitásokkal foglalkoznak, ami magát a betegségnek az előre haladtát csökkentheti. Ha visszatérünk az egészségfejlesztési irodára, a szenyor örömtánc, az idősek számára szervezett Nordic Walking, ezek az aktivitások mind-mind azt szolgálják, hogy aktívan tartsuk az időseket, ez mind segít például a demencia előre haladtának a késletetésében. Nagyon röviden elmondhatjuk, hogy az aktivitás jó hatással van a betegség lassítására vagy elkerülésére? Így van. Oké, és akkor, ha aktivitás, akkor legyen szeptemberben aktivitás, ugye, amikor most ennek a világhónapja van. Milyen eseményekkel, programokkal várják az érdeklődőket? Hát maga az alcímes séta, az a szeptember 21-én lesz az Alcímer világ napon. A PR-isták terén gyülekezünk 15 óra 15-től, és maga a séta 15 óra 30-kor kezdődik, és hát a szokásos sétánkat az útvonalunkon megtesszük, ez a könyvtár mellett az Arany János úton, utcán és a főtéren keresztül a Városháza elé fogunk megérkezni, ahol lesz egy rövid program a sétán résztvevőknek, és itt szeretnénk fölhívni a figyelmet erre az aktív életre, és minél tovább tudjuk és tartsuk az elménket, mert az egy tényleg egy megelőző, preventív folyamat az Alzheimer-kor kialakulása szempontjából. Ezért is szerveztünk zenével és tánccal kapcsolatos előadásokat. Idén is csatlakozott hozzánk, és ehhez a sétához a Kodály vegyes kórus, illetve idén új fellépőként a Kecskeméti Táncegyüttes fog föllépni, és gyermekcsoporttal. Direkt szerettem volna, hogyha a gyermekek is megjelennek ezen a sétán, ugyanis sokszor az ő családjukban a nagymama vagy nagytata is érinthet lehet, illetve a Szenior Örömtánc fogja bezárni ezt az előadás sorozatot, illetve a rákövetkező héten tartjuk az Alzheimer Café rendezvényünket, ez 26-án kedden fél ötkor kezdődik az ESZI, a régi STK oktatási termében, és ott a pszichiátria osztályról, illetve annak vezetője, illetve a járóbetegellátó vezetők fognak előadást tartani. Folyik már az előkészület? Készülnek a szélforgók? Igen, idén már augusztusban elkezdtük a készülődést, és azt találtuk ki, hogy szélforgókkal fogunk sétálni, és megkerestünk több idős klubot, illetve a Cédrusnetet, a mi önörömtáncosainkat, akik nagyon szívesen csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és közösen készítettük el ezeket a szélforgókat. Úgyhogy azok is, akik nem tudnak esetleg eljönni valamiért a sétára, de mégis szerették volna kifejezni a szolidaritásukat, így közösen el tudtuk készíteni ezeket a forgókat, és ezekkel fogunk majd sétálni. Végezetül két apró tudnivaló, ingyenesek a rendezvények, kell lejelentkezni, regisztrálni kell-e? Az egészségfejlesztési iroda rendezvényei mindegyik ingyenes a lakosság részére, regisztráció sem szükséges hozzá, és minden információt megtalálnak egyrészt a Facebook oldalunkon, illetve a weboldalunkon, az ESZI weboldalán is fönt vannak a programjaink. Köszönöm, hogy itt voltak, és köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen.